Bíznak a brazilokban nemzetközileg, hogy a brazilok képesek ilyen nagymérvű versenyeket végrehajtani. Terrorfenyegetések, rossz közbiztonság, későn elkészülő stadionok. Ilyen és ehhez hasonló problémáktól tartottak a nyári brazíliai labdarúgó világbajnokság előtt. Bár a torna óta eltelt 3 hónapban sok változás történt az országban, a Brazíliában élő Schiffer János szerint a félelmekkel ellentétben a valóság teljesen más képet mutatott. Ami a közbiztonságot illeti, sokkal kevesebb probléma volt Brazíliában a világbajnokság idejében, mint azelőtt vagy azután. Tehát ami a közbiztonságot illeti, tényleg nagyon jól fel voltak készülve a brazilok, és nem tudom elképzelni, hogy valahol is hallottak volna arról, hogy milyen problémák keletkeztek volna attól. Előbb voltak, utána már nem is. A kereskedelem, az ipar, azok nem forgalmaztak annyit, mint amennyi várható volt, vagy lett volna. Elég sok minden megdrágult, ennek ellenében természetesen spóroltak az emberek. A brazil labdarúgó válogatottól az egész ország világbajnoki címet várt, azonban az elődöntőben a későbbi győztes Németországtól elszenvedett 7-1-es, kiütéses vereség után a brazilok megnyugodtak. A németek elleni eredmény az olyan részben megnyugtató abból a szempontból, hogy megmutatta, hogy a brazil válogatott talán mennyire, nem azt mondom, hogy nem volt felkészülve rá, de ilyen eredmény után túl sok minden nem volt várható. A brazilok ezt szerintem eléggé nyugodtan fogadták, belátták és beismerték, hogy sokkal jobbak voltak a németek. Jövő nyáron Rio de Janeiroban rendezik a nyári olimpiai játékokat, így alig telik el 2 év, Brazília már is újabb világeseménynek ad otthont. Bár a brazil elnök választás második fordulóját október 26-án tartják, Schiffer János úgy véli, bárkit is választanak meg az ország első emberének, a leendő elnök mindent megtesz majd azért, hogy a foci VB-hez hasonló eseményt rendezzenek Rióban. De ehhez még sok fejlesztésre van szükség. Szépíteni kell magán a városban, szépíteni kell azon a tavon, ahol a kajak, kenú, meg ezek a versenyek lesznek. Tisztítani kell, az nem egy könnyű munka. Magát a tenger vizét, akörül, ahol lesznek a vitorlás versenyek, ott is sok munka vár Rióra. Ez is mutatja azt, hogy talán bíznak a brazilokban nemzetközileg, hogy a brazilok képesek ilyen nagymérvű versenyeket végrehajtani. Kevés ország mondhatja el magáról, hogy ilyen rövid idő alatt 2 nagy jelentőségű sportesemény rendezési jogát is elnyerte. Még maguk a brazilok is csodálkoznak ezen mind a mai napig, de ahogy Schiffer János is mondja, az országba vetett bizalom nagyon jót tett a brazilok hiúságának.